feels like I'm flying. My heart's skipping a beat. There's no denying. My feelings want me sleep. My mind is soaring. Soaring to outer space. No point inviting. Cause it's your destiny. A Szent István napi ünnepséget követően a Városházán zajló szakmai konferenciával párhuzamosan kora délután indult a főzőverseny a 4. Kakasfőző Fesztiválon 2015. augusztus 20-án Kistarcsán az Ifjúság téren. A fesztivál házigazdája, Polgár Gyula, a színpadra szólította az induló 24 csapat vezetőit és bemutatta a 4 fős zsűrit. A versenybizottság elnöke ezúttal is Herzku János életműdíjas mesterszakács volt, mellette Bede Róbert mesterszakács, Ország Tibor Hentes mészáros és Juhász István a Vállalkozók Baráti Körének elnöke voltak a zsűri tagjai. A rendezvényt Solymosi Sándor Kistarcsaváros polgármestere nyitotta meg. Mi se gondoltuk pár évvel ezelőtt, egész pontosan 4 évvel ezelőtt, hogy itt Budapest árnyékában, gyakorlatilag a küszöbénél, egy augusztus 20-ai rendezvény ilyen szép nagy fesztivállá ki tudja magát nőni, és erre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon nagy örömmel hordozom itt szét a tekintetemet a színpadról, és nagyon remélem, hogy az időjárás velünk lesz, és egyre többen jönnek majd ki. Remek előadókkal készültünk, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni a mai nap folyamán. Vécsei László országgyűlési képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott, a Kakasfőző Fesztivál már gasztronómiai olimpiává nőtte ki magát. Nagyon szép fejlődési íve van ezeknek a rendezvényeknek, Böllér Fesztiváltól a Kakasfőző Fesztiválig. Azt szinte minden magyar településen adott, hogy a környező településekről testvérfalvakat elhívnak, testvérvárosokat elhívnak, Kárpát-medencéből, vagy közép-európai régióból hívnak testvértelepüléseket. Most a pályázatnak köszönhetően ez a bizonyos gasztronómiai fesztivál, vagy kis gasztronómiai olimpia, ez egészen európai méreteket öltött. Szerte Európából vannak csapatok, és ezt örömmel halljuk. És most levizsgáztatjuk a csapatokat, hogy úgymond fej nélküli lovasként, tehát minden csapatkapitány itt van, vajon be tudják-e gyújtani a tűzüket? Helyettesek, figyelem! A 4. Kakasfőző Fesztivál tűzgyújtása 5, 4, 3, 2, 1, tűz! A visszaszámlálás és a hagyományos békepálinka elfogyasztása után a tűzgyújtással kezdetét vette a főzőverseny. A nevezési díjért minden csapat 2, körülbelül 3 kilós kakast kapott, ezekből kellett elkészíteni az ételeket. Idén 25 csapat jelentkezett, abban 24 el is tudott jönni, tehát úgymond újabb rekordot értünk el, mert tavaly 18-19 csapat volt jelen, de az első kakasfőző fesztiválhoz képest mindenképp már jóval többen vagyunk, hiszen akkor 8-9 csapat tudott eljönni. Úgyhogy évről évre nő a szám, úgyhogy lassan kicsi a tér. A kistarcsai Fidesz csapata ezúttal is szívvel lélekkel vett részt a főzésen. A helyi Fidesz csapata a kakasból kakas pörköltet csinál, de egy kicsit exkluzívabb lesz, mint az átlagos, mert hogy friss zöld fűszerekkel fogjuk elkészíteni, illetve egy kicsit ilyen lecsós beütése is lesz. Szerintem minden ételkészítésnek a titka az, hogy szeretettel csinálja az ember, tehát ez a legfőbb titok. Aki szeret főzni, az jó ételt készít. A kistarcsai polgármesteri hivatal csapata évről évre lelkes indulója a főzőversenynek. A tavalyi megmérettetésen ők vitték el az első helyezést. Itt is az előző évek hagyományához hűek maradtunk, kakaspörköltöt csinálunk,
heréves spékelve, ezt még nem csináltuk soha, mindig úgy, egy kis újdonságot beleteszünk. A köret most sós túrógombóc lesz kézzel készített galuskával. Igyekeztünk az idén a Magyarország Hungarikumai nemzeti értékeinket szeretnénk bemutatni itt a kedves közönségnek. Hát a tálalásban olyan, megmondom őszintén, ugye maga a túrógombóc is már maga is egy hagyomány, ugye, mert csak ez most sós formában lesz körítve, egy kis, abban is próbálunk a nemzeti piros-fehér-zöldet majd bevinni. Ennyi lesz csak benne. Az elmúlt három évhez hasonlóan idén is főzött a Kakas Fesztiválon a kistarcsai MSZP csapata. Mit készített a kistarcsai MSZP csapat? Jelen pillanatban kakas, hogy mondjam, paprikás. Kakas, paprikás, krumplival egybe, és a háztartásával, tehát tyúk is van benne. Úgyhogy a kakasok véletlenül ne veszekedjenek a utolsó útjukon. Úgyhogy egy ilyen kakas, paprikás tyúk hússal egybe. Tehát két tyúk, két kakas. Így főztük össze őket. Az alapszolgáltatási központ igazi különlegességet, csilis babot és kolbászt készített a kakasból. A különlegessége maga a hús, ami kakas. Ugyanúgy készül egyébként, mint hagyományosan a csilis bab, csak a szeretetünk van benne. A kolbászban van egy kis sertéshús, nyilván azért, mert kell, hogy valami zsírosítsa egy kicsit a kakasnak a száraz húsát, de egyébként hagyományos fűszerekkel fűszereztük. Tehát piros paprika, sóbors. Az alapszolgáltatási központ csapata évről évre indul a kakasfőző versenyen. Voltak eddig más sikerek korábbi években? Sikerként könyveljük el tulajdonképpen a részvételt, mert hogy helyezést még nem sikerült elérnünk, viszont remek a hangulat, és mindig a mi kajánk ugye először, tehát azt gondolom, hogy a közönség visszajelzi azt, hogy nem olyan rossz, amit csinálunk, nekünk ezért megéri. Finom házi kenyérrel tálaltuk az ételt, úgyhogy a csilisba feltétje volt a kolbász és házi kenyér. Idén nemzetközivé bővült a Kakasfőző Fesztivál. Kistarcsa testvértelepülései is képviseltették magukat a rendezvényen. Az erdélyi Tórjáról, a délvidéki Kopácsról, illetve a lengyel Radomisű Nagy Szánemből és Olesnyicából érkező vendégcsapatok nem csak speciális ízvilágukat hozták magukkal, de igyekeztek a díszítéssel, körítéssel, tálalással is megjeleníteni saját településük és szokásaik jellegzetességeit. Ugye a tárolásban, meg az izekben, meg a pólókon látszik, hogy Tórjáról vagyunk, a Tórja címere dominál mindenütt. A székelykapu az pedig azt a székelykaput jellemzi, amely ugye tudjuk Tórja bejáratának kézdivásárhely oldaláról ott helyezkedik el, a világ legnagyobb székelykapuja. Na, azt szimbolizálja ez a kis kapu, viszont hogy nincsen nyílás rajta, azt szimbolizálja, hogy a székely nép az nagylelkű, vendégszerető, és így nincs nyílás, nincs mit bezárni, úgyhogy mindig mindenki előtt nyitva van. Radomisű Nagy Szánem egy 7500 fős település Lengyelország délkeleti részén. Kistarcsával 2013. júniusa óta ápolt testvérvárosi kapcsolatot, vendégei már több alkalommal jártak Magyarországon. Ezúttal egy hagyományos húslevest készítettek kakasból, amit náluk odahaza ünnepnapokon szokás fogyasztani. Sok zöldséggel főzik és házi tésztát gyúrnak hozzá, amit a fesztiválon is elkészítettek. I to gotuje się na wolnym ogniu 2-3 godziny i to jest taki pyszny rosół. Ten rosół ma właściwości lecznicze. Rosół jest dla osób, które się przeziębiają na gardło. Również rosół, jak ktoś ma kłopoty z żołądkiem, to musi dodać pieprzu, więcej soli pieprzu i wtedy on leczy jeszcze żołądek. I jest to takie dietetyczne, a jednocześnie lecznicze i to jest tradycyjne. W każdą niedzielę u nas w domu jest rosół. U nas i w naszej miejscowości. Wszyscy, a kury hodujemy specjalnie na te rosół, koguty kury hoduje. Swoje własne. Azon kívül, hogy van isteni húslevesünk, akár kakasból, akár tyúkból, utána van ez a húsból, kivesznek a húslevesből, és ez finom, mivel megvan kicsit abalva megfőzve, utána ezt a húsit megsütnek finom hagymával,
és akkor sütnek hozzá krumplit, és előkészítik egy salátát hozzá. Ez lesz mai menü itt a fesztiválon, és hát ő állítja, hogy isteni lesz, mert igazából minden vasárnapkor, mert minden ünnepkor ez a menü Lengyelországban náluk. A lengyelországi Olesnica és Kistarcsa között még egészen friss az együttműködés. A Kakasfőző Fesztivál napján megrendezett szakmai rendezvényre Kistarcsa kulturális testvértelepüléseként érkezett a csapat. Kistarcsához hasonlóan Olesnica is részt vesz az Európa a Polgárokért programban, így a délelőtti konferencián Piotr Mihalovszky, a lengyelek pályázatírója, illetve a csapatvezetője az európai együttműködések kapcsolatok lehetőségeiről tartott előadást. Dla nas to jest w ogóle bardzo miłe, że mogliśmy jakby po raz kolejny realizować projekt z gminą Kisztarcza, bo to nie jest nasz pierwszy projekt. Poznaliśmy się w zeszłym roku, realizując i cały czas właściwie będąc w realizacji do jeszcze 2016 roku, dużego dwuletniego projektu z funduszy również programu Europa dla Obywateli, który nazywa się Bridging Generations, łączenie pokoleń. Igazából már tavaly kezdték együttműködés Kistarcsa meg Olesnica, és Európa Polgárokért címen ez volt a témája ennek a értekezletnek, a szemináriumnak, és már nagyon örül neki, hogy másodszorra is itt lehet. És hát nagyon szép dolog ez, részt venni ilyen Európa Uniós vetélkedőbe tulajdonképpen. Míg a Bográcsban rotyogtak a kakasok, a színpadon a Bogi and the Berry fiatalos, lendületes koncertje szórakoztatta az ifjúság térre látogatókat. Olyan forró, hogy minden szó értelmet veszít, ahogy a nyár is lángol, míg összefornak a nappalok az éjszakáj. Forró, hogy minden szó értelmet veszít, ahogy a nyár is lángol, míg összefornak a nappalok az éjszakáj. Solymosi Sándor Kistarcsa város polgármestere szerint a gasztronómiai fesztiválok közösségépítő szerepük miatt különösen fontosak a település életében. Ilyenkor az emberek kijönnek, és internet helyett személyesen találkoznak egymással, és face-to-face, a maga fizikai valóságában cserélnek eszmét. Én ennek vagyok a híve, hogy az emberek jöjjenek és kommunikáljanak. Ne telefonon, ne interneten, ne Facebookon, és beszéljék meg egymás dolgait, és akkor többnyire rádöbbennek arra többek között, jaj, de régen nem láttalak, jaj, de régen beszélgettünk, nem is gondoltam, hogy ennyit nőtt a fiad, nem is gondoltam, hogy ilyen jól nézel ki, stb. És aztán elindul a beszélgetés, és az összes apró, cseprő, ügyes-bajos dolgaikat megbeszélik, és valószínűleg nyugtázzák, hogy nagyjából mindenki hasonló utat és sorsot jár be, és ez valahogy megelégedettséggel is tölti az embereket, emellett pedig rendkívül fontos, hogy jól is szórakozzanak. Igyekszünk olyan fellépőket szervezni ezekre a fesztiválokra, amelyek önmagukban is közönségszervezőek. Nagyon-nagyon fontos, hogy a bográcsoknál, úgy, ahogy az kell, és ahogy az illik is, a rengeteg személyes találkozás és a személyes beszélgetés az egy külön varást ad ezeknek a rendezvényeknek, és mi ezért tartjuk nagyon-nagyon fontosnak. A testvértelepülések nem csak ételeikkel, hanem kulturális műsorukkal is megörvendeztették a Kistarcsai Kakas Fesztivál közönségét. A Tórjai Hagyományőrző Néptánc Együttes nem első alkalommal szerepelt Kistarcsán. Mostani előadásukkal az erdélyi erdők pusztulására igyekeztek felhívni a figyelmet. Az Olesnicából érkezett zenekar Lengyelország délnyugati részén, Wroclaw környékén igen népszerű. Az 1997-ben alakult interpretációkat játszó zenekarnak nemrégiben egy lemeze is megjelent. Jak vám tutaj zagrát, tá dá zakábe!
Radomis Jülnát Szánem csapata már a főzés során is vidám hangulatban énekelt a harmonika kíséretre. Nem maradhatott hát el, hogy a színpadon is előadjanak néhány dalt. A testvértelepülések előadásával természetesen nem ért véget a színpadi műsorok sora. A külföldi vendégeket Horváth Tamás és Raúl koncertje követte, akik már délután remek hangulatba hozták a szórakozó közönséget. Nem gondoltam volna, hogy ezt érzem, már szemmel nézek rád, felérestem és tudom, hogy van az egész világ. Érted, amíg élek, mindig ő leszek hozzád. Érted, bár én sem számít, mindig ő leszek hozzád. Baby, ide nézd, be is tíz, bennem bíz. Te vetted el az összem, hiába van mellettem tíz. Nézem a telefon, mikor hív, semmi víz. Tudod, hogy a Mr. Mish miatt a baby tette kész. Ugye? Soha nem voltam ilyen. Ösztönösen értem, mindig hagytam, hogy a férem vigyel, de már vége. Mert megtaláltam a felem, akármi történne vele, tuti, hogy itt marad velem. Míg a színpadon a koncertek pezsdítették a hangulatot, és a szakácsok lassan megpihenhettek az elkészült ételek mellett, addig az egész délután folyamatosan ténykedő zsűri munkája most kezdődött csak igazán. A korábbi évek gyakorlatával ellentétben idén a zsűri járt körben a versenyző csapatok között, és így kóstolták meg az elkészült főételeket. Nagyon őszintén megmondom, említettem is a polgármester úrnak, hogy neheztelek rá, mert igen nehéz feladat volt. Tehát az történt, hogy itt megjelent most 25 csapat, és minimális, kevés kivételtől eltekintve mindenki nagyon jót főzött, és hogy miért neheztelek a polgármester úrra, azért, mert annyira nehéz döntése van a zsűrinek, és tényleg annyit, már egy órája gyúrjuk egymást itt elég rendesen. Nagyon jó ételek készültek, és azt kell mondanom, hogy ez azért ritka, van szerencsém az országban nagyon-nagyon sok helyre eljutni, különböző fesztiválokra, különböző főzőversenyekre zsűrizni, és kiemelkedően jó ételek készültek itt most augusztus 20-án Kistarcsán. Az a helyzet, hogy most már negyedik éve csináljuk ezt, minden négy évben itt voltam, mint zsűri elnöke, úgyhogy tényleg van rálátásom. Első időben még kicsit jobban döcögött, ugye? Több új csapat volt, hogy most is van 1-2-3, azok még úgy nem tudnak berázódni, vagy nincs gyakorlatuk, de a többinek már van gyakorlata, és odafigyelnek jobban, hogy tálaljanak, nem műanyag tányérba tegyék fel, amit föltálalnak. Szóval ilyen apróságokra is odafigyelünk. És úgy néz ki, hogy egyre jobban fejlődnek, és odafigyelnek is, és hát nyerni szeretnének, mert azért jöttek. Idén ugye a testvérvárosokból is érkeztek meg hívott vendégek, akik főztek. Az ő főztjükről mit lehet elmondani? Nagyon jókat főznek. Hát ugye más az ízvilág, meg más, de azért nagyjából értik ők a magyar konyhát is, ismerik nagyjából, úgyhogy jók voltak. Nagyon finom leves csináltak például az egyik csapat, azok nagyon finom volt. Aztán úgy jó, összességében azt mondom, hogy jó. Megállták a helyüket, szóval az elsők között vannak. Míg az értékelés tartott, a színpadon az UFO Update, az Animal Cannibals és a Cosmix fergeteges retro bulival szórakoztatta a népes közönséget. Élem az életet nap után, nem is érdekel, hol leszek. Legyen így, legyen úgy, hogy csak is jó legyen, és napról napra. Legy sikítás meg napsodra, gyerték! Csajja! Csajja! Cicciriréja! A zsűri 8 szempont alapján értékelte az ételeket, illetve a csapatokat. Legjobb íz, legszebben megjelenített étel, hagyományos elkészítés, legtökéletesebb étel, legjobb vendéglátó, legjobb csapat, legszebb külső megjelenés, a kakasból készült legegyedibb étel, valamint a legjobb leves kategóriákban díjazták a versenyző csapatokat. Összesítésben 3 fődíjat osztottak ki. Harmadik helyen a délvidéki Kopács végzett. A második helyet a kistarcsai Fidesz csapata szerezte meg. A negyedik kistarcsai kakasfőző fesztivál győztese Gádoros csapata lett.
Az eredményhirdetés után tűzijáték, majd a Prestige Band utcabálya zárta a fesztivált.